Lényegében 30 évvel vagyunk a rendszerváltozás után, amely egy csodálatos esemény volt, fantasztikus élmény mindannyiunk életében, akik átélhettük, de nem kérdés, hogy nagyon nehéz idők következtek a rendszerváltozás után a magyar kultúrára és művészetre, az egész társadalomra egyébként, és ennek a 30 esztendőnek az utolsó 10 éve viszont egy új, nagy építkezésről szólt Magyarország és a magyar művészet és kultúra vonatkozásában egyaránt. Jankovics Marcell, a Magyar Művészeti Akadémia közelmúltban eltávozott tiszteletbeli elnöke fogalmazott úgy az egyik utolsó interjújában. Álmodoztunk ugyan a szép és fényes jövőről, de leesett volna az állunk, ha láttuk volna, hogy 2020-ban akkor adta az interjút, hol fogunk tartani. Én is így gondolom, ez az utolsó 10 év elképzelhetetlenül más lett volna a Magyar Művészeti Akadémia nélkül, ezért Isten éltesse a Magyar Művészeti Akadémiát, és nagyon sok hasonlóan sikeres évtizedet kívánok mindannyiunknak.